Поліція Закарпаття забезпечувала охорону громадського порядку під час всього виборчого процесу. A Kárpátaljai Megyei Rendőrség a választások egész ideje alatt biztosította a közrendet. Április 18-ától egészen április 25-ig tart a szigorított őrjárat. Jelenleg a szavazólapokat mind a 811 választókörzetből már elszállították a körzetek központi választási irodáiba, ahol azokat szigorú őrizet alatt tartják a rendőrség munkatársai. Ami a szabálysértéseket illeti, a választások második fordulója során 24 olyan értesítést kaptunk, ahol a gyanú szerint törvénysértések történtek. Sok esetben már a helyszínen világossá lett, hogy valójában nem történt törvénysértés. Bejegyeztünk egy adminisztratív szabálysértést, valamint egy feltételezhető törvénysértést, ami a szavazólap törvénytelen felhasználására vonatkozik. Ezek esetében még tart a nyomozás. Ez az eset a Técsői járásban található Lonka községben történt. Itt az egyik megfigyelőnek úgy tűnt, hogy a választási bizottság egyik tagja olyan embereknek adott ki szavazólapot, aki nem szerepelt a választók listáján. Mint később kiderült, ez az ember lakcímet változtatott, és így a számára kiküldött választási értesítőből nem értesült az új választási helyszínről. Jelenleg még tart a helyzet tisztázása, és lehet, hogy csak egy adminisztratív bírsággal zárul majd. Ami a választások kárpátaljai lefolyását illeti, a megye egész területén viszonylag csendben és békésen zajlott le a szavazás. Kárpátalja választási körzeteinek területén összesen 1297 rendőr teljesített szolgálatot. Ők a szavazási helyszíneken azonnal reagáltak, ha szabálysértésről vagy törvényellenes cselekedetekről kaptak bejelentést.